Kényelmes győzelmet aratott, de nem szerzett abszolút többséget az előrehozott választásokon a Horvát Demokratikus Közösség, a HDZ. Az eddig is kormányzó jobboldali párt a részeredmények szerint 68 mandátumhoz jut a 151 fős törvényhozásban, így koalíciós partnert kell találnia. Nagy győzelem a mai, de ugyanakkor óriási kötelezettség is. Eddig is nehéz kormányzati ciklus állt mögöttünk, de az előttünk álló kihívások valószínűleg még nehezebbek lesznek, jelentette ki a választások éjszakáján megtartott beszédében a hivatalban lévő miniszterelnök pártelnök Andrej Plenković. A második helyen befutó szociáldemokrata párt köreiben csalódást okozott, hogy mindössze 43 parlamenti helyet sikerült csak megszerezniük. Ilyen eredmény után nem könnyű megszólalni, mondta a párt elnöke Davor Bernardić. A koronavírus fertőzések száma növekedésnek indult Horvátországban, vélhetőleg ez is hatással volt a részvételi arányra, amely most alacsonyabb volt, mint az előző választásokkor. A voksolás eredménye meglehetősen vegyes fogadtatásra talált Zágrábban. Szerintem Európának nem lett volna szabad megengednie, hogy ilyen szörnyű jobboldali fordulat alakuljon ki Horvátországban, ez nem jó. Csalódott vagyok, mert túlságosan kevesen mentek el választani. Az Euronews tudósítója szerint az ország továbbra is a jobb közép politikai ösvényen haladhat tovább. A győztes HDZ dönthet úgy, hogy megkerüli a harmadik helyen befutott szélső jobboldali hazamozgalmat, és helyette a horvát diaszpórával és a nemzeti kisebbségekkel lép szövetségre.